Életvédő program indul a depresszió kezelésére, a betegségben szenvedők segítésére és a sokszor ezzel összefüggő öngyilkosságok visszaszorítására. Az 5 évesre tervezett program elsősorban az emberek szemléletformálására épít, arra, hogy bárki képes legyen segítséget nyújtani egy bajba jutottnak. Ez egy 5 éves programnak az indító rendezvénye. Az 5 éves programnak a célja a Heves megyei öngyilkossági halálozás, illetve az önkárosító magatartás formák visszaszorítása, az, hogy az emberekben megerősödjön az a motiváció, hogy az életet választják bármilyen nehéz is egyes helyzetekben. Dr. Paller Judit megbízott országos tisztifőorvos hangsúlyozta, a test egészségére is óriási hatással van a lélek épsége, már gyerekkorban meg kell tanulni a konfliktusok kezelését. Ma Magyarországon évente 2500 ember követel öngyilkosságot, jó részük a depresszióval hozható összefüggésbe. Ne szégyeljünk, főleg mi férfiak, ne szégyeljük bevallani azt, hogyha valamilyen lelki problémánk van, mert ez nagyon mélyen gyökerezik bennünk, hogy egy férfi az nem panaszkodik, és hát ennek az eredménye az, hogy a férfiak jóval hamarabb meghalnak, mint a nők, tehát nagyon fontos lenne, hogy eljussunk oda, hogy nem szégyen egy ilyen betegséggel elmenni orvoshoz. Nagyon fontos, hogy megtanítsuk az embereket ennek a felismerésére. Dr. Pajtók Gábor megyei kormány megbízott is az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet. Elhangzott továbbá, a résztvevők segítségével egyfajta hálózat kiépítése a cél, hogy például az egyház, házi orvosok, pedagógusok és a média által is közvetített üzenet legyen, sosem késő segítséget kérni.